Halló mindenkinek, itt van Patrik. Hello. Nem vagy már akkor a játékban? Várjál, meg kellett néznem az intrót. Nosztalgia. Hát ez nagyon jó, imádom ezt az intrót mai napig. Ez Direkt nagyon jó. maxra raktam a hangot, de nem tudom, elég lett-e. Ó, nagyon jó hang, tökéletes. Nincsen Csusztáv Hát, Live, ügyeletes Csusztáv. tiszt. Jönesz Live van, meg Csatrik. Ó, várjál! Ali? Emlékszel, amit a Q meg az E-vel szoktunk irányítani, ugye? Igen. Az nekem most nincs. Én átraktam ide a bot kormányra. Hát igen, akinek van bot kormány, az úgy egy fokkal egyszerűbb. Hát neked nincs. Azt nehezen dugom rá a gépre. Vagy legalábbis sokan csodálkoznának. Ügytes. Nem hiszem, hogy föl fogok tudni szállni elsőre. Meg így, hogy nem egérrel nézek körbe, így nem jó. De egérrel közben nem is tudsz? Nem, mert a jobb kezem van a bot kormányon, ballal meg most. Az egér jobb oldalt van, ballal most oda nem nyílok át. Mert meg kellett nézni, tudod, hogy most nem elakad. Ja, persze. Sikerül elsőre felszállnom és belém jössz. Meg kellett nézni, nem akad. Mit csinál? Hát tudod, megakadtam egy picit benned, azt hittem, hogy átugrok rajtad, de nem sikerült. Na szállja fel. Ja, de várja, be kell állítanom még a... Nem várja, hiszem, hogy hívják hogy sikerült. Ezeket? Rudder left full, meg ilyesmi. Köszi. Akkor hamar, amíg nem vagy, felszállok. Amíg tudom visszafolytani a tisztentést. A keveréket azt a szoktad állítani? Nem nagyon. És van értelme? Valami biztos van, különben nem lenne benne. Ali mindenkinek. Hát erre ne vegyél mérget. Mire? Hogy nem lenne bent. Szerintem van benne egy csomó szemét így is lenne. Ó, nem szálltál fel. Ne örök nem. Hiba. Akadtam. Ja, értem, igen, mondjuk ezt magból. Te aztán szólhatsz. Miért, mivel? Mi az ott, ami ott füstöl előtted, meg fejre álltál? Valami nem jó te. Mi? Nem tudom, olyan... Na, érdekesen viselkedett a gép. Vagy nem tudom, lehet csak én éreztem. Most balfasz vagyok szintben. Biztos, hogy az vagy. De hallod, valami tényleg nem jó. Mi? Nem tudom, végig balra húzom. Nem, jobbra húzom és elfordul full balra. Biztosan balra húzod? Nem, biztos. Várja, megnézem, hogy ez. Most megpróbálom akkor balra. Na mindegy, ez így furcsa, hogy arra húzom, amerre alapból megy a gép. Találom a kerék felhúzó cuccot. Az is van külön a... Ja, beraktam a joystickre. Az igen. Van rajta 8 gomb, plusz egy ilyen analógnak tűnő, nem analóg stick, meg maga akkor, meg a analógnak gomb. Tűnő, nem analóg stick. Ha ránézel, azt hiszed analóg, de ha nyomod, akkor érzed, hogy csak sima gomb. Aha. De úgy tűnik, mintha analóg stick lenne. Azzal nézek körbe, úgyhogy azért ilyen rossz. Ó, értem. Merre vagy?
Hát próbálom felösszállni, fel is szedtem. Enyhén instabil, csak egyébként a mosina. Akkor átfordulok. Jó. Puszti elhagyta a kanál is már. Kimászott. Ja. Jammedezett a flaps. Mit csinálsz? Semmit. Szerintem az a baja, hogy... Az a baja szerintem, hogy take-off-on hagytam. Hol várjál? Te használsz olyat? Ja. Hol várjál? Beengedtem a kerekeket. 3-10-nél ez... Tényleg ettől húztam. Ja. Nem a legegészségesebb. Ó, persze sípolj még. Ezt szeretem, mikor sípol. Kombat. Meg kell szokni még, hogy finoman lehet menni, nem kell így rángatni. De most nem olyan, te hol vagy? De itt mentem el melletted valahol. Egy fellődő vagyok, hát. Ja, hello. Ja. Hol vagy? Nem tudok oda nézni az analog cucc hiánya miatt. Nem, hogy elállod. Hogy előttelna? Igen, ezt akartam, hogy te miért vagy ilyenkor? Ja, hogy azt elvileg billentyűzettel, ugyanarról a magasságról nem kéne tudnod utánam csinálni. Tudod, hogy mögötted vagyok, ugye? Őt nem, mert nem látok hát. Nem baj, várján. Tud. Ja, most már tudom. Egyébként. Ha? Annyira hozzá lehet szokni a BF-109 folyamatos sípolásához, hogy mint hogyha valami ütemre lőnél, vagy nem tudom. Ez nem sípol, amiben én vagyok, most jakkal vagyok? Aha, egy jakkal vagy. Kéne valami, hogy kihasználhassam a botkornányom előnyeit. Milyen előnyei vannak? Azon kívül, hogy finomabban tudod mozgatni a lövést. Az elég nagy előny. Nem csak a lövést, a kanyarodás is sokkal jobb így. Csak meg kell szokni még. Direkt nem lősz le, vagy mi? Nem tudok ideig lőni, ez egy nagyon-nagyon furcsa szokatlan, hogy nem azzal lövök, amivel eddig lőttem. Ja, meg egyébként a kamera. Gyorsabb is, vagy... Ja, szerintem... Ja. Na most belassulok. Hoppá. Pici stál volt. Elmúlt. Lehet, hogy vissza kéne állnom billentyűzetre, hogy érjek is valamit, nem? El vagyunk ilyen sét a repülésben. Havisíti. De ez annyira szokatlan. Egy jobb kézzel beszélek, meglövök. Hát rakd át te is, üzére. Voice Activation-re. És ez bérjött, amíg ugyanúgy jobb kézzel lövök. De nem beszélsz bal kézzel, vagy mit mondtál az előtt? Jobban lövök és jobban beszélek. Ja? Eddig meg ballal lőttem és vezettem. Rakd át az altra. Alt? Mit? A lövést? Hát a lövést. Az ott van a space a mellett. De már azt sem értem alapból, hogy a space miért nem működik. Nem tudom. Először egy szó? Látani. De akkor menj elém, várjál, lelassítok. Tényleg, és akkor ki tudok picit próbálni. Ja. Levettem nullára, úgyis már túl volt melegedve a motor. Ja, nekem is, de azt mondom, hogy az over. Merre vagy? Hamarosan.
Ja meg van egy ilyen tekerő, mi volt ez? Tép. Van egy ilyen tekerő cucc is rajta, amivel meg a gázt állítom. És működik is rendesen, hogy kell? Hát az túlzás, hogy rendesen, de jól működik. Na ott vagy előttem. Aha. És befölögtél? Nem, akkor is már kicsit játszatlak. Ja? Na, nagyon bot kormány. Jó, ha játsszál jobban a te bot kormányod, de... Hol nincs az elő. Meg kell még szokni, hát Gusztinek is az elején. Emlékszem, amikor próbálkozott a felszállás is nehéz volt, tudod, azon a... havas, hegyes pályára gondolok. Nem tudom pontosan most itt melyik az. Tudod, most ez teljesen más mozgás, mint a billentyűzetet nyomkodni. Persze. Direkt legyenesen repülsz, hogy tudjalak lenni, de én így se tudlak. Kéne még ilyen pedál is hozzá. Tudod, amivel a... Ezért állítja. Ez már meg lesz. Ja. Most nem is lőttem, amikor szétmentél. Hát kétszer eltaláltál és fuel tank volt mind a kettő. Ugye? Tudom, de rohadt jó így az irányítás, csak meg béna vagyok hozzá. Hát meg nem is szoknod. Pár picit visszaállok billentyűzetre. Ha fordulna. Ugye most billentyűzettel nem tudok fordulni, mert nulla helyzetben van a botkormány, tudod? Most azt ki kéne húzni. Lehet át kéne rakni a tegeret a bal oldalra. És azt nem tudod megolni egyébként, hogy egérrel tud körben nézni, mert... Szerintem még az is nagyon nagy haladás lenne. Hát azt csinálom. Ja. Bal oldalt legyen az egér. De ugyanúgy tudj menni botkormányon, nem? Vagy... Hát igen, a botkormány jobb oldalt van. Melyik bázison vagy? Ja, már látom. Bal kézzel meg furcsa a körbenézés. Valami el van basszol, nem tudom mi az. Tudod, alapból balra húz, de nagyon. Rátszázz le meg vissza. Igen? Ja. Tehát az aztán meg vissza nézzük. De várj, nincs beakadva. Tehát legalábbis nem lát meg belenne. Akkor miért húz be? Nem tudom. Hogy be van? Nem. Teljesen élesnek néz ki. Mindjárt segítek rajt. Már úton vagy? Ja. De örülök. 110%-on, de néha csak 109-ig megy föl, nem tudom miért. Na vajon be tudlak rendesen célozni így, hogy nem rángatni kell? Várj, nem az, hogy be van akadva, hanem ez egyszerűen nem akar működni. Tudom is, te vagy, amit lövök. Igen? Hányan vagyunk? Nem tudom, melyik gomb... Igen, az remélem, hogy izé vagyok egy... Melyik gomba izé? De, ezt te vagy. Melyik gomba? Ne! Hát, majdnem. Melyik gombbal nézem meg, hogy kik vannak be? A dupla V-vel csinálsz eddig, most nem tudom. Átállítottam a keveréket nagyon baszóra. Nyomogattam itt a izét, véletlen kikapcsoltam a motort. Egyébként hol? Ó! Nem indul a motor. Az nem baj. De még a kereket is kiengedtem. Látom. Beszeretnél szállni? Hát nem, próbálom indítani a motor, de nem indul, csak így kattog.
Az szép volt. Hát gondoltam, segítek leszállni. De nem akartam leszállni. Nem baj, így most legalább megint felszállodsz. Ha szeretnél, ha nem. Nem megy az egér az asztalterítőben. De miért nem? Mondd neki, hogy menjen. Ilyen recés. Na jó. Elveszett a szakáll. Érzik csak is, hogy hol van. Akkor a szél volt, lefújta róla. Fejtettem, hogy jössz felén. Te ott egy másik jöv. Azt mondom. De az kicsoda? Nem tudom. Ez olyan rossz, hogy zöld reptéren vagyunk. Ja. De melyik gomb lehet a izé? A... Mindjárt megnézem, várja. Majd már én nézem. Ja, nézed akkor jó. Hát nálam a numpad insertem van. Hé, Szabi. Ó, hello. Közben... Hm? Te hol vagy? Földön? Ja, most indítom a motort. Finom. Beakadt az egére a... Éppen az előbb, hogy nem indult újra a motor. Ez mi történt? Szerintem indult volna, hogyha nem lősz szét, csak picit de várni is kellett. De... Igen, azt látod, hogy ilyen eszméletlenül közel voltam a földhöz. Amikor elmentél előtte? Hát meg egy picit utcának. Ja, azt látom. Halál közeli állapotban volt. Hogy olvassam így békésen a csepet. Hát nézzük csak most egy picit a csepet, igen. Na, szállj fel gyorsan, és akkor utána indulunk. Nekem még úgyis be kell állítanom azt a kontrollt. Mert a... Biztos, hogy a rudder left, meg a rudder right az. Álljál meg, nézd. Mert nekem be van állítva, kúra meg erre, de nem történik semmi. Rudder left full, rudder right full, ott a... Ja, full. Ötödik, hatodik. Tudsz. Ó, oh, én a simát állítottam. De? Tehát ezért csak light-osba tekergette picit a ruddert. Ja. Ó, oh, értem. Nem tudok felszállni. Köszönj bele. Nem tudom, az előbb is csak véletlen sikerült, amikor sikerült. Mennyire nehéz egyébként? Nem, csak szokatlan. Ja. Különben nem az. Megint csak 190-re engedi fölvinni. Nem tudom. Addig meg van egy csomó hely ott a... izén, tudod? Meg lehet tekerni tovább, de nem viszi följét. Na most szerintem sikerülni fog felszállni, nem csattam belém valami picsma, de... Na, a pészor már elkezdett a rájövőt. Engem? Nem, a földről. Csak úgy lőtt az égbe. Húzódik a... az egér kábele visszafelé. Rántja le valaki, vagy... vagy mi? Nem tudom. Remélem nem. Ezt fekszik valaki az asztal mögött, és egy szép óvatosan húzza le, nehogy meglásd. Ja, itt van egy ilyen... golfe ikonom. Lehet ilyen van most. Vagy Ja. Te közben nézed a live-ot? Nézem a live-ot is. Láttam, hogy összeértem. Szegény holok. Mert mi történt vele?
Nem tudom, Brio meg kitiltott. Letörött az üzenetet, hogy Brio vagysz. Várjál! Kitiltotta. Igen. Lehet, hogy várja. Ez a busz, ugye? Jól érzed? Gékágal. Üdv főnök. Maluk még mindig hülyezek. Jó, akkor jó. Jó kis ráncok, csak normálisan. Azt írja Tészabi, hogy itt van, csak újra lett rakva a géte neki is. Neki is? Akkor... akkor átérzem fájdalmaidat, ne aggódj. Én is ezzel nekem szerintem már két éve ugyanez a Sturmovik van, ugyanazokkal a beállításokkal, úgyhogy remélem nekem nem kell ilyesmit csinálnom majd mostanában. Előbb-utóbb kelleni fog. Nem volt rossz gondolat. Nincs, hogy bal kézzel közben nézelődök, így már jobb picit. A bal kézzel még furcsa nézelődni. Most kinek írja a Dalek, hogy kapjuk be a faszát? Ki írja? Warrior Dalek. Nem tudom. Köszönjük az értelmes hozzászólást azért. Vagy... a fene tudja mi ez. Meg ki lett írtva. No. Meg se lepődök már az ilyen. Sose tudjuk meg, hogy ezt kinek írta. Még valószínűleg nem nekünk. Legalábbis remélem. Hát nem tudom, mindegy. Na, egyébként de... hogy fordul az ajak, te jó Isten? Bocskornál. Ezt lehetetlen, nem tudom így megtartani. Tudod, így nem húzom maxra, hanem csak 3/4-en tartom, és így rohadt jól fordul, csak... csak nem tudom, hogy sokra megyek-e vele, de rohadt jó. De valaki pörög a reptéren. Igen? Ja. Egyébként ez zoomolva? Térképen néha igen, nézem, hogy ez. Én téged nézlek egyébként rajta. Látszom. Nem jó, mert fekete a célkereszt és nem látlak miatta, tudod? A célkereszt háttere. Igen, igen. Hali ez a rossz. Közben elnézek akkor a reptér felé, hogyha próbálkozol még lelőni. Próbálkozni? Majd ezt ki kell próbálnod, mert attól, hogy nem tudom irányítani, attól még rohadt jó. Tudod, ugyanolyan, mint a kormány lenne. Én, mint hogyha kormányjal LTS-eznél vagy villanytűzött. Nem áll, mit csinálsz? Ez nem a legjobb ötlet. Miért? Mondjuk jobb lenne, hogyha nem himbálózna a bot kormány. A súlyzót az... rátettem egyszer, de most levettem, mert annyira nem mozog. Ez a pici is elég. Éppen most fészszel vagyok, tehát hogy... működik? Nem tudom. Ennél a gép nem működik egyből, ahogy megnyomom. A G2-nél volt csak valami van. Ali az érkezőknek. Mondja csúsztát. Gustav? Írt egy Patrik. Vagy Gab, vagy nem tudom. Ja? Vasszik a Gustavhozom. Nem hiszem, hogy a Gab ő. De főleg, hogy azt írta, hogy távozásom után. Igen. Hú, van melegedve a motor. Ó, tényleg nekem is. Most úgy mondod. Persze, hogy még mindig próbálja beállítani a gépet. Tényleg, mondani kéne neki, hogy tárcázza le meg föl. Igen, hogyha esetleg beakadta neked megjavította?
Nekem nem volt beállítva gombra, de biztos beállította volna. Meg nem lőttelek ki azon kívül, amikor hagytad magad? Nem, már még nem volt példa. Igen, az... Ha? Lőhet-e? Lőjjön. Az be. Mekkora... Balszárnyam Lukas. Igen? Ha nem. Lukas? Nem, már nem. Vissza kell venni. De várom a viszpont, elfelejtettem, hogy nekem kell nyomni. Tényleg egyébként ez nincs belőle? Hogy, mi? Mit tudom, megnyomod azt a furcsa analóg kart, ami nem az, csak annak látszik. És respawnod, vagy valami ilyesmi, tudod? Azon a nézelődés van. Ja. Amit most csinálok, az, a, az nem tudom, majd valamikor látok. Mit látok? Mit? Pészabbi elindult a kifutópályán egy... Húú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 
A nagy pusztító ördöggel. Sőt, kettő pusztító ördöggel. Feeling? Ja. Itt leszelek fölötte. Elfelejtettem take-off-elatni a flapset. Ezt egyébként nem is szoktam használni. Sok szükség nincs rá. Annyira nincs. De most elhagyítottam a propellere. Oh. Jaj, nehogy lezuhany. Ki? Pészabi. Megfogta a vasat. Most már fel kéne tudnom szállni, nem? Ja, te még mindig a földön vagy? Szégyeld el magad. Hát gyere ide, fogd meg a botkornányom, aztán ezzük fel tudsz-e szállni rá. Szívesen. Na, abban biztos, hogy fel tudok. Őrült vagy? Nem vagy te. Külső nézet. Mit csinálsz? Szántod a földet krumplinak? Valahova el kell vetni. Ja, repülővel kell főszántani. Majd nézd akkor meg, hogy nézett ki. Átváltottam. Ú, gyönyörű szép. Pont akkor volt, mikor mondtad. Tudom, nagyon jól nézett ki. Nincs elég kakaó rajta, vagy miért ilyen lassú? Azt nézem én is, hogy nagyon lájtosan mész. Nem tudom miért. Egyébként lőhetsz, meg se kell kérdezni. De gondoltam. De vagy mögöttem, vagy nem a célkeresztem, de úgyhogy nem tudok lőni. Kérdezném, hogy is én lőhetek el, de ilyen 15 percet pedig felszállni azért, hogy te meg sem próbálkozok. Most sem látom, hol vagy. Hol célkeresztem, vagy nem kell aggódni? Ja, de te. Az nem fontos. Ó, meg vagy. Szerinted itt sikerül lesz? Hát majdnem, nem? Ott van Pészavi, akkor lövöm őt, ha már pont itt van. Legalább mindketten rám lőttek. Nem tudom, lőttem kettőtök közt. Közben csatot nézem. Milyen osmány chat? Ja, én még nem is láttam milyen. A chat? De már itt a live-ban visszanézhető chat vagy a... Ja, milyen?
érdekes, nagyon-nagyon sokat takar szerintem, nem? De mit tudom, én nem látom. Akkor megnézem. Amikor a moderátor ír, akkor tud az egész kék. De gondoltam, jól néz ki. Jól néz ki egyébként, csak... Nem tudom, nem lehet takar ki sokat, mikor olyan van esetleg. Jó, most szurmaiban nem valószínű, hogy sokat kitakar, mert úgyis oda nézel középre, ami fontos. Nem tudom, lehet, hogy így jobb, ahogy most megcsináltam, majd nézd meg. Ránézem. Közben látom, megpihentél. Megpihen? Igen, ja. Megpihentél. Na, szerinted így jó? Szerintem tökéletes. Maradjon így. Így jó? Ja, így jó. Egy picit nagyobb, nem? Nem lát, nem bírom elolvasni a betűket. Hát az... Az a baj, hogy nem fér ki az összes. Nem biztos, hogy én vagyok. Na jó, van, majd a következőben nem ilyen lesz, ha nem tetszik. Na jó, de most komolyan így hagyod, hogy mit csinálsz? Hogy, Maxon? Hát ne, az óriási. Úgy jó. De most eltűnt innen a chat, úgyhogy nem látom. Itt le kell tiltani picit. Vagy ne? Abba ja, hát az előbb mondtam, hogy a kék felirat nagyon kivehetetlen. Ja, nem, hanem ez spammel. Igen, de gondolom azért spammel. Mert így olvashatatlan mögött, vagy hát láthatatlan ugye mögötte a... Én ívok be valamit, az milyen? Gondolom sárga az egész. Nem? Mikor jelenik meg, vajon az OBS-be? Te beírtál már valamit a chaton? Mert... Ja, most. Most. Most írtál be, igen. Halihó. Streamben még nem látszik. Vagy te már láttad? A streamet nem látom, csak az OBS-be az izé. Nem. Nálad a név sárga. De várjál. De ugyanúgy. Ez olyan vajtosabb mondjuk. Nem annyira erőteljes, mint a kék. Mi lenne, ha játszanék? Lehet egy fokkal jobb lenne. Na, most föl kell szállni. Tényleg a streamernek hordani kell, nem? Most nincsen már szakálla. Rakd a... mit tudom én... pólódra. Már fölhelyeztem. Fölhelyezted? Ja. Legjobb. Na, itt nézd meg. Nézd a folyamat. Jó Isten. Legjobb pozíció. Egyébként miért nem választasz valami olyan gépet, amivel bárhol felszállsz? Túl egyszerű lenne? Ez jó ötlet. Csak ne lavacskint. Most nem nyomítottam le a teljes véletlen? Nem ugyanúgy hallak. Akkor jó. TB? Ó, a TB az nagyon finom target. Sokáig kell lőni, az a baj vele. Persze, hogy kéznél óta masni, mindig itt van, amióta megkaptam.
Merre van a TB? Látom, hogy nagyon pörgeted, nem tudom. Vagy megvan. Nem tudom, egy ill-kettő vagy valami. Átpörgettem rajta kétszer. Ó. De ezzel nincsen ágyú. Ahogy ne lenne. De azt... Azt nem izéval kell irányítani. Ja, akkor az úgy nem. A szegélyre ja, lehet csak. Ja, ja. Hoppá. Mi van? Te látta. Nem itt, hogy nagyon megéreztem volna. Jó, ez ilyen izéval, dinnye magkal lő. Élvezed? Nem. Torászod az óriás. Na várja, neked van streamer melltartód? Az Gusztié volt. Ja. De nem tudom hol van. Guszti tudja. Ó, szerintem egy vitrínbe tartja. Föl is szálltál, vagy hova tűntél? Nem, ezzel nem akarok, akkor IL-10. Az jó, de egyébként hozzasz lavacsként is. Tehát nincs ez a semmi. Jó, de most a... Nem tudok még kanyarodni rendesen, a huplis utakon az nem biztos, hogy főszel. Ja. Yeah. Na mindjárt lepattanik az orromról a masni, szerencsére nem nekem kell levenni. Húzd el az orrszőrömet. És... Ez... Na mindegy. Mi van? Szép volt. Ez tetszett. Egyébként a Szabival mi van? Milyen Szabi? Fészabi. Fönt van még? Ha nincs is itt benne. Ó. Egyszer kilőtt és aztán el is búcsúzott. Nem tudom, vagy elment az áram nála is. De egy házi gyártmányi dildóba beszélek, pingvin. Én csináltam. Nagyon homemade. Ja, de direkt rendre hoztam még így live-ok előtt, előtte jobban nézett ki. Ez inkaválom meg mi a kerék felhúzott. Ja. Hoppá, megpördült majdnem. Hű. Jó. Ura vagyok a helyzet. Igen, látom. De meg a felesége? Ja, ennek a gépnek nincs felesége. Már de a helyzet. Te várjál. Hm? Miért van át az ilyen főgém? 4-5 hely. Mi van? Nem tudom, valaki eltalált. Aki valószínűleg te voltál még az a TB-ben. Aha. Sőt. Most jössz mögötte? Á, nem, én nem szoktam olyat. És mit csinálsz? Most bal kézzel volt kormányozok, azzal még jobban megy, mint a bal, a jobbal. Van előttem? Előtted? Ott a pészabi. Visszajött? Jaha. De szerinted leszállni le tudok, ha már felszállás ilyen bénán megy mindig. Meg lehet próbálni. Amíg belém nem jössz. Nem akartam. Lassítani kéne. Hát nem vagy benne biztos. Most mit csinálsz? Semmi. Az nem én vagyok. Lassítsak, hogy vigyem oda elé? Akkor ja. Mi történt? Ez ennyi volt. Látom, hogy lesz a... Csöpen, Tadachim! Stati Gyalaj! Egy lövés, eltelett a szárnyomat és zuhantam. Letettem a gépet.
komolyan. Fél oldalasan. Mindegy. Nem haltál, mert felülhoz. Lehet Lavocskinnal kéne jönni, tényleg. Úgyse tudlak leszedni vele, nem? Akkor várj, másik izébe jövök. Nem úgy azt, hogy megkérdem a dolgodat. Melyikkel? Majd meglátod. De egyébként ugyanúgy messze esve. Csak egy kicsit kevesebb benzin küzdött. És mit hozol helyette? Semmit. Ez nem van fordulat. Kinek az? Azért gyorsabban szántsam fel a földet a propelleremmel. Ó, értem. Mert pont a kifutó mellett megyek el. Üdv Nikó, köszönöm. Engem nem is puszilsz, Nikó. Hát téged már nem szeret. De így szakál nélkül már nem megy. Föl se ismernek, tudod. Ja? Tényleg kéne egy ilyen villogó genet felévet, arra gondoltam. Egyébként ja, akkor keveréket állít, azt kéne írni a bármit. Ja, hogy mixture izé tudsz. Akkor lehet, hogy nem jól van beállítva. Vagy... Batiszollak, Steve-o. A Hodgkin plusz bot kormány az vajon hogy fordul? Hogyha tudom irányítani. Azzal már talán van esélyed lelőni ezt a rozogó gépet. Hát ha hagyod magad, akkor talán. Szoktam használni célzás közben is a Q-t meg az R-t, de az most ugye a joysticknek a két izéjen van. Két olyan gombon, amit nehezebben nyomok be, mint a Q-t meg az R-t. Balra húzna a gép. Be volt ragadva a szárnya. Vagy a hátsó cucc. Még mindig be van? Már nincs. Ja, jó, mert tudunk az emberek addig, amíg azzal szórakozunk. Hát de lövjé. Megfordultam három, ja te is, akkor... Vagy mit csináltál? 300 méter magasság alatt megfordultam, vagy annyit süllyedtem megfordulás közben. Ez így lefelé fordulva. Megint beragadt. Mikor ragad be? De mi ez van? Valami gomba, amit megnyomsz? És attól lehet? Nem tudom, most balra néztem az egérre. Amikor balra nézek az egérre, beragad. És nem megy vissza. Most hát nem ez néztem igen nagy probléma. Ja. Ki az, aki darál egyébként ilyen elég kevesen? Nem tudom, biztos pénz, mert más nincs itt, nem? Patrik, notiszoljad Steve-ot. Notiszoltalak Steve-o. Halló. Na, egyszer meg le kéne lőnöm téged, mi van?
Mikor folytatjuk a Half-Life-ot? Az jó kérdés. Hétvége lesz, nem? Ja. Ráérünk, nem? Nem? Szombat délután, vagy este egy videót kell vágjak, de utána jó. Mit csinálsz? Ja, utána már jó. Videót rá? Ja. Milyen videó? Milyen sajátot? Most jelesz, te szórakozom, mert egyenesen röpülök. Na végre. Nem is egyenesen mentél. Nem csinálok semmit, hozzá se nyújtom. Csak beszéltem. De... Nem elég izé a izé. Mik minden elég izé? Túl érzékeny a botkornányom. Tudod, ez nem az én problémám. Tud menni X távolságot és... És ennyi. És X szor 0,75-ön már maxon van. Érted? Ija. Hogy nézek ki? Szerintem kihúzom a botkornányt, Patrik. Rákerestem a színészre. Mit? Mondom, rákerestem a színészre. Múmia film megvan? Múmia? Múmia. Ja. A Múmia laptop. Ja, megvan. Na. Igen. És a Múmia. Ő a Múmia? Ja. De... Vagy nem? Várja? Te úgy néz ki? Ő az? Hát, na várjál, megnézem, hogy játszott, hogy biztos, hogy nagyon hasonlít. Ja, ő az. Ma billentyűzettel vagyok. Én meg róla feltézem. Most nem tudom, mi van, de... Ja, most, hogy kihúztam, így még jobban be van ragadva. Ó. Nyom. Lehet rezetelni kéne, vagy újra küld. Vagy most beállt. Letálcázom meg vissza, hát jó lesz. Ha balra nézek, akkor balra megy a ráter. És úgy marad. Ez micsoda újítás? Nem tudom. Szerintem kérek új gépet. Igen. Ja. De repülőgépet. Nem számítógépet. Közben a mikrofon az elmászik. Nem tudom hallani-e. Nem tetszett. Inkább ledobtam. Váltok én is. Tudod, mert igaz... De... Nem, balra néz, ha balra mozd nézze. Jó, valamiért be van ragadva. Folyamatosan. Mert ez nem ugyanaz, ja, mint régen, ami a Gusztinál volt? Nem, az nálam a letálcázás megoldotta. És ezt nem? Ezt most már párszor letálcáztam, de lehet az a baj, hogy ablakosba futtatom? Hát lehet, így nem oldja meg, igen. A botkormány már ki van húzva.
Bugol a green screenre a bőröm. Igen. Azt írta Riume. Nem tudom. Egy jobb. Egy sok perc talán. Még nem tudom, nekem sok bajom eddig sem volt vele. Na, így. Majd most. Gondolom, kivetted a kamerát. Ja, nem. Ja, azt hittem. Annál jobb. Ó. Na, ez a legjobb. Na, így. De mondjuk lesz fél órával később látom. Mindegy, de ez lehet ez az izé. Ez a mizé? Amikor balra mozdítom az egeret, csak akkor. Vagy ha jobbra. Fogalmam sincs. Amikor megmozdítom az egeret, akkor balra berugad. Újraindítsam szerinted a szervert. Újraindítottad a készületet. Ilyenkor ki is kell lépni? Teljesen? Ja, teljesen kilép. Másik pályán menjünk, vagy ugye ez? Mehetünk máshol is azon a... egyesen tudod. Tudom, hogy ez melyik. Gökrányra. Lehet jönni. Szerintem rosszat választottam, itt csak 33 meg 40-es repülők vannak. Jó lesz az? Ugye. Azért kérdezték, megyek-e német géppel, akkor most megyek. És most még nem fordult el balra. Lehet megoldotta? Lehet. Vagy lehet, hogy csak annál a gépnél volt. Már itt benn vagytok? Igen, gépet választok. Végre tudok körbenézni, hogy azt hittem megint húz, de most csak az alaphúzás volt. Nekimentem egy fának. Pont látta. Milyen videót fogsz várni? Ja, sajátok. Mindig. Én specfo projekt.
Majd megnézheted? Nem. Ki nézheti meg? Nagyon remélem, hogy senki. De, na jó, hát van, hogy meg kell, de az meg szenvedje végig, aztán örüljön a fejének, hogy megnézte. Mit kérsz érte? Itt is semmit. Én nem lehet elküldöm. Csak először, hogy meg kéne csinálni tudod is. Ja? De, igen. És értesz hozzá? Ezt most komolyan kérdezed? Ja. Nem. Ez nem értett hozzá, nem tudom mi az a Sony Vegas. Egyszerűen csinálj nekem tutorial videót. Ó, téged is hittem a PNG-be. Hát, azért néha igen. Néha igen. Na, most már talán sikerült célozni, hogy billentyűzettel vagyok. Egyet csattantál, nem? Ja, egyet igen. Itt hullanak a darabjait. Folyamatosan. Ezt látom, csak nem ér sok mindent. De ezek folyamat írogatnak. Teamspeak? Teampeak, nem? Hogy volt? Teampeak? Ne valami Steampeak. Azt mondja, na? Losanna, megvan, most telepíti. Ja, megvan neki, most telepíti. Mi a fasz? Kirőtte közben. Nagyon szép munka jön ez. Ja, itt se vagy, meg mész előre egyenesen. Ne, nem, hát ez... Akkor várjál, hozok valami csatagépet. Az öröbb pont látta, azt hiszem. Ó, igen. Megköszönöm azt. De ez az. Hogyha ezt kilövöd, nagyon ügyes vagy. Az mi? Megnézem közelebbről, várja. Hol vagy? Tudod, hogy még itt voltál reptéren, nem? Aha. És most hol vagy? Mondom én. Lopakodó. De picit odébb. Ez egy lopakodó. De legalább végre kék a felirat, nem zöld. Na. Ó, gratulálok. Kösz. Eddig kezdtem belejönni. Hát, billentyűzettel játszol. Jó, de tudod így visszaszokni, mert most meg tudod, félig átszoktam a botkormányba, most egyikkel sem megy. Ja, értem. Ott az a fal, amiben az előbb mentem bele. Ez? Nem, bazd meg, ja, nem van jó. Nem, picit odébb. Picit odébb kellett volna lerakjam. Na mindegy, baj nem jó volt. Végre felszálltál. Ja. Ott van Pészavi. Mögöttem? Ó, de jó. De hogy ötted meg. Akkor mikor érsz rá Half-Life hozni? Várj, Half-Life azt mondja, hogy... Ezt láttad? Mit is kéne nyomni? Maker? Hát az epizód 1-2-t meg a Lost Coast-ot. Húha. Na? Lehet vasárnap. Jó, az nem. Ja. De akkor azt egybe. Ó, oh, bassz meg. Jó, de hát, akkor legalább... nem délután vagy hogyan? Hát, amikor jó. Neked mikor jó? Ezt mindig is megbeszéljük, gondolom. Hát, meg jó.
Hát tudom egyébként meg. Meg nekem is közbe jöhet akármi. Csak hogy nagyjából, akkor ja, jó. Vasárnap nappal. Addig nap közben. Nekem jó eddig még. Megnézzük. Na, most már az én beszólásaimat is írja fel a review, mert... Ja, és azt nézem. Mi ez a sziréna különben folyamatosan ebbe a gépbe? Hát az egy veszélyes, mint jön ezt. Mit vársz? De miért? Mi nem a baja? Hozzá? Mi ez a hiba üzenet? Kombat. Veszélyes, mint nem tudod kombat. Nem tudsz kombat akkor minek lehet? Repülni. Hát lehet. Csak mit tudom én 60 km per óra alatt. És azzal hogy repülött? A föld alatt? Kihúztál rövidebbe? Nos, igen. Hova tűntél? De már látna. Valami csikot húzol. Ó, az a csik, az a leszállásom, a tényező csik. Az egy... Ja, akkor hagyja le. Várj, ezt meg kell itt nézni. Mit? A leszállást. Ej! Ez felettél érdekes lesz. Jó, megvan, élek. Látom. Ott van tészabi és lő. Nem baj, de letöttem a gépet. És nem hallottam. Egyébként ez a gép nagyon-nagyon baki, de... Mindegy, erre jó volt. Milyen be vagy olyan be, mint én? Nem, az egy... azt hiszem, orosz gép volt. Olyat külön kéne játszani a botkormánnyal, nem? Hogy megszokja. Igen, ja, ezt vannak gondok, nem? Mi? Megszokja a botkormány? Külön szeretnél játszogatni a botkormányot, megszokjad. Vagy ja. Megszokjad, attól függ, hogy melyik tetszik jobban. Te nézd a mapot? Hát most be vagyok zoomolva. Te röksz? Igen, és nem nyomok semmit. Nem is nyúltam a géphez. Mi a labban, hogy lerakott, ja. Vagy mi? Elkezdtem, tudod, a kifutóra ráfordulni. Gondolt egyet, és így pörög. De hátul a radder ugyanúgy egyenesen áll. Túl sokat írnak, nem tudom olvasni ilyen hamar. De még jó, hogy nem olyat mondanak, amit be kell olvasni, hanem csak úgy beszélgetnek. Elfújta a szél a szakállam. Mivel jössz? Egy igazi finomsággal. He? He. Milyen he? He. Nagy he. Megnézem közelebbről. Nem tudod, mi a gond vele, hogy... Ami? Ez a he, ez nem lő. Nem? Nem. Ez nem. Te tudod, mit tudsz vele csinálni? Én igen, tudom. Gyere csak. Jövök. Ó, oh, várja. Én
ez nem vadászgép, nem tudok ilyen gyorsan fordulni. Nem, lelassítok. Na most? Na? Na? Nem tudunk egymásba hatolni. Várjál csak, a 4-5-öt a hídba hatolok. Mindjárt lemegyek hídba, Genetsz. Nézd meg. Várjál. Töves. Én akarok beléd hatolni, ne a híd. Amíg a híd az érek, van időd. Utána már csak a hídé vagyok. Az a baj, jól ki kell számolni, hogy pont elsuhanok-e melletted, vagy nem. Átmész a híd alatt? Jó volt, nem? De szép volt. Fejezzük. Ne. Na, mit csináljunk? Keresünk valami baráti pontot. Milyen pontot? Mit akarsz csinálni? De oda kéne verni valahova ezt a gép sárkányt. Akkor csapd oda. De nem egymásba kéne. Nekem az is jó. Ha megfordulok addig, tartod így a... Megyek egyenesen, mert... Megyek vissza Pészabi fele. Őt még előtte ki kéne lőni, nem? Most majdnem nyomtam a pusra tartott közben, pedig már nincs is. Mondanám, hogy rálövök, de nem tudok. Mert nincs fegyver azon a gépen. Akkor inkább beléd megyek, az jó? Vagy őt kilőjem? Akár. Ha tudom egyáltalán. Ugye megsúzolnak a fa levele. De várj, egyébként most meg volt live az, hogy ketten átmentünk a híd alatt, és az egyik egy bombázó volt. Vagy hát ja. Egy ilyen nagy disznó. De szép. Erről volt egy csomó videóm azelőtt, hogy újra raktam a Windows-t. És azután már nincs? Hát azt szerintem nincs. Fél méterre nem találtam el, de már húzza a csikot. Vagy lehet, hogy ezt a labba húzta, ez olyan. Tehát mentél most a lövésem. Hogy lövesd le maga tutoriál? De most hova tűnt a Pészabi? Lepöröksz vagy ő? Az ott ő lent a földön, de nem halt bele egyébként, szerintem. Ja, leszállt? Letette a gépet. Hogyan? Amúgy tudja, én is letettem, mert el nem. Azt hittem. Tényleg nekem most ezután le kéne még szállnom, nem? Amivel ezt így lenne leszállni. A landingre rakom a flapset. Ó, minek az? Akkor nem múlik el a sziréna? Nem. Hogyha egyszer átállított a kombatraktor, az addig szól, amíg le nem zuhasz. Csönd lett. Mikor olyan? Pedig fönn vagyok a levegőben, most teszem le a kerekem. Figyeld, milyen tróva leszállás. Azt hittem, hogy a fűre teszed le. Hát miért látsz itt más? Hát ez kiputó pálya. Jó, de fű? De ez nem fű. Csak azt hiszed, hogy fű. Na, én letettem. De szép volt. Tényleg botkor menj, ahogy fékezel. Most már billentyűzettel vagyok. Azt tudom.
Hát talán most nem raktam át a féket, az ugyanúgy billentyűzeten lett volna. Ja. Mert azt közben lehet irányítani, csak a mozgásokat nem, meg az ilyen izécukcokat. Megyek másik repülővel. Nem tudom mi ez, de jól néz ki. Melyik? A kine... A legalsó. A jó, 87B. Ja. Miért van az kívül, hogy Gans Face on Landing Approach? Letettem a gépet, nem? A játék sem ismeri benne. Mi az, hogy csetel a bug? Olyan már nincs, nem? Mi az, hogy csetel a bug? Tudod, régen szokott bugolni a cset, olyan fehér szokott lenni. Mi az, hogy fehér? A fehér hiba. De most már olyan... Nem, most se ugyanúgy látszik a cset. Hogy? Hát... Jó, ugyanúgy, mint eddig, nem? Ott vannak a szövegek. De akkor nincs hiba? Gondolom nincs. De ennek az ablakán vannak valami fokok ideírva, 30-tól 90-ig. Az mi lehet? Nem tudom. De még nem kell ahhoz, hogy kilőjelek, addig nem is annyira fontos. Szerintem ez bombázógép különben. Ez nagyon valószínű. De van rajta az érágyi, csak nem lehet behúzni. De bomba sincs rajta. Lehet kell, majd leszállok, aztán rakok rá. Ez a space gombos... Na igen. Leszállsz? Nem így gondoltam, csak másik nézetben voltam. Ja, se tettem, hogy a hátrafelé daráltál. Azt hittem, még van egy csomó izé. Hely, tudod, magasság. Hát nem volt. Hoztál bombát? Ja, raktam föl. Mekkora férre? Nem tudom, ez a... Akkora, mint a pilóta fülke. Nem elég nagy. Jó. Nem. Fészavi a TB-vel. Hegynek ment. Itt van TB? Ja, van. Fölül. Megint balra megy magától. 100-es. Most előbb kérek új gépet, hogy megnézzem mi van. De várjál, ezzel a géppel az előbb felszálltál. Ja. De ezt nem is olvasol csetet? Néha oda nézek. Néha. Hát, hogy folyamatosan, de azt nem olvasódik el, csak nézem. Ja, de amikor így ülsz, nézd a monitor, de csak így átnézel rajta. Ja, opvasom a csetet. Nem tudom, mi legyen a random kulcsokkal. Akarjátok, lehet sorsolást csinálni. Van rá igény, gondolom. Kell egy szavazás sorsolásról, nem? De most mondd el azt, hogy ki az, aki nemre nyomná? Érted? Miért? Miért zavarja őt, hogy nem van ingyen kulcs másoknak? Várja, lehet, hogy aki annyira felkes, tudod, hogy soha nem nyer semmit. Inkább a nemre szavaz, hogy senki sem nyer. Ha már ő nem nyer, akkor már más sem. Na ez az. Nem tetszik nekem ez a gép. Lehet másikra bombát rakni. Melyikkel dobom le a bombát? Weapon 3. Nem? Lehet, de azt átraktam már botkornányra, amit meg kihúztam.
Az ő igaz? Nem. Orton van, de nem. Vagy csak menet közben lehet? De ott állsz, hogy kifutott fel egy álló helyzetbe, akkor mit akarsz gombázni? Hát de azt le lehetett dobni, nem? De ahhoz el kell indulni, nem? Egy járó motor kell, vagy... Szerintem valaminek menni kell. Nem úgy emlékszek, lebombáztuk magunkat, ha simán ott a földön. Túl magasra húz. Tényleg kell olyan választás a szavazásba, hogy... Igen. Ja. Micsoda? Mi? Mit ír a lósa? Hol nincs? Ja. Az mi? Akkor jó. Na, szerinted legyen Réming Tanán is? Réming... És abban neked mi az ijesztő? De hallod, ez még el lefullod, hogy mi van? Mi, amivel én jövök? Olyan hangja volt, hogy mindjárt lefulladt volna. Meg mindig nem tudom a vizet. De meg a kontrollal kell. Egyébként ebből te hogy látsz? De most mi történik, láttad? Nem. Ó! Ezt te csinál. Ez nagyon bomba. Ott ilyen hülyén látok ki, ezt kijelöltem. Nem tudok rád fordulni, mert elkap valami. Te elkap a stallal és fordulsz, hogy... Ja. Oda ül a szárnyamra. Korai csúcsvadászgépek. Ja. Felderítésre talán jó volt ez is, nem? Na, valahogy kétlem. Mert? Hát felszállt egy Messerschmitt, ránézett, és ez a gép lezuhant. Jó, de mikori gép ez? Akkor még lehet nem volt olyan. De mikori gép az, amiről vagy? Nem tudom. Messerschmitt az... mit? 40-42? Tehát már biztos, ránézésre 30 valahányas. 30. Hát... látom is tudom. Belülről itt milyen? Van egy... Hát vannak benne ilyen mutatók, meg van benne egy ilyen hőmérőszerű cucc, ami ha előre döntöm, akkor fölmegy, ha hátra, akkor lemegy. Ó, hát akkor biztos, hogy nincs 38. Azt majd... nézed most a lájot? Jaj, látod ott... az micsoda? Látod azt a fehér-piros cuccat? Jaj. Várj, ez nem lehet, hogy valami G-erő akar lenni? Mi? Valami G-erő, tudod? Nem, hiszen... Egy mi van rajta, mert ugye annyira élesen nem látom. Minusz 20-tól minusz 20-ig a számok. Minusz 20-tól minusz 20-ig. Hát alul van minusz 20, meg fölül is minusz 20 van, középen meg nulla. De mindig a minusz 20-ban vannak. Ha a fölhúzom, igen. Ha félig, és ha egyenesen tartom, akkor van nullán. Akkor ez ilyen... izé... level cucc. Nem? Érdekes. Ha. Lefulladt a motor a fák felett. És komolyan csak úgy kivonult egyet és leállt? Ja, megállt. Hoppá. Neked ilyen felderítőgép ez a? Jövök másikkal. Kéne valami más, mert ez nagyon gyatra. Egyébként mikori volt? Nem tudom már melyik volt ez. Elnyomtam. 39-es. Ez. Ja. Wow. Jövök egy másik 39-essel, ez már úgy néz ki, mint nem a... De a Messerschmitt meg 40. Ott a BF 109, nem tudom micsoda, 1940. Megnézem erre milyen bombát lehet. Semmiért. Semmiért. Ez melyik, amivel én voltam? B239. Akkor igen. Ez jó? Nem, Ratyi. Akkor jó lesz. Mondjuk a célzó az jó.
meg jól döng a fegyver, de miért nem a célkeresztem előtt mész már egyszer legalább? Ja, vagy ja. És lehet flapset állítani rajt. Ez már modern. Vagy a kerékbehúzást azt nézve, mert az is szép. Itt az előtted megyek. Ez nem előttem volt. Hát... Milyen a kerékbehúzás? Milyen jól nősz ki, nem? Nem mentél ki, ja. És nézzük, hogy... De abba vagyok. És Szabi mitől hal meg így néha, ő is botkormánnyal játszik? Nem tudom, mivel játszik. Azt tudod, hogy most 65% power-en megyünk. Ez 110, és távolodsz. Na. Lassíts már le. Járjunk meg a levegőbe. De lövök, akkor megállok. 10-eket csökken a sebesség, ahogy lövök. Persze, túl erős fegyver van rajta, aztán visszalök. Meg kell fontolni, mikor lősz. Ja. Amikor tolatni kell. Ja, igen, itt tolatsz be a helyre. De most komolyan 50%-on vagyok. Meg mindig távolodsz. Jó, 40. Nem már. 0,79. 0,80. Most 79. De most már csökkenik. Mennyi vagy? 20. Mit keresnek az arc kifejezéseim a cseten? Hú, ezek mik? Nem tudom. Azt kapta Nightbot áldását. Tényleg ahhoz most már akkor izé... Egyszerűbb lesz parancsot hozzáadni, hogyha nem hackelni kell a chatbe. Te mit csinálsz ugye egyébként? Nem tudok rádfordulni, mert pont nem. És lezuhansz? Ja, azt hittem. Hogy hívják a német öngyilkos pilótát? Nem tudom. Jaj, ne, bazd, ne, menj a picsába, hagyjál békén. Ne, Genesz, hogy jönnek neked ilyenek? Nem emlékszel a Conspiracy szerveren arra a Pteranodonra? Amelyiknek lezuhansz volt a neve? De mert ez nem a Dobrojé volt? De. Ja. Tényleg azóta is lóg nekem egy Pteranodonnal. Hoppá, két lövés meg volt. Ilyen stabil az a gép. Nagyon stabil. Aztán, hogy balra-jobbra dobál. Lövök egyet, megfordul hátra. Kb. Így röpülsz. Tényleg repüljél, úgyhogy végig célkeresztbe legyél, az a challenge. Most. És alád lőttem. Ide alatt. Vagy arra mész? Nem tudom, ezzel lehet-e olyat. Lehet, hogy lehetett volna. Hát miért ne lehetett volna? Hát bombázóval átrepültem, ne viccelj. És most hol repülök át? Hol? Itt mellette még át tudsz. Ott... Most már nem, most szakadt le. Meg itt van a kamera. Hoppá.
Jövök akkor én is bombázóval, ezen volt ágyú akkor? Melyiken? A 711-en. Nekem nem. De nézd meg, lehet, hogy MT-vel jöttem. Azt láttál? Micsodát? Semmi. Azt a piszak nagy robbanást ott a reptérnél? Ja. Hát... Nem lehetett nem látni, a hidaktól láttam. Torpedó azért valamit levegőbe? Torpedó nem hiszem. Hát de csak robbanik a hozzád ér azért, nem? Óóóóó... Nikó tudja milyen jó? Hogy... Olyan is volt, hogy robot? Volt. Arra nem is emlékszem. Nyalják meg. Nagyon jók voltak, szerettem őket. Volt egy... srác terük, az jó volt egyébként. Jó fej volt. Te megnézted a videóimat? Persze, megnéztem. Peti Pingvin ha. Milyen linkeket osztogat meg? Nem tudom, a nulladik részt is láttad? De abban nem történik semmi. Csak úgy... Vagy. Jó, de... Az pont elég történés, nem? Hát, hogy jó, mi van? Most velem is az van, mint veled. Na, várják. Írod. Balra fordulok, akármit nyomok. Most a négy... Nem tud semmit csinálni, minden megpróbált, de legyen neki a játék. Mi, hogyan? Nem tudom. Ja, akkor az volt az a plüss valami, amit írt? Ő lassan most. Mit csinálják vele, nem tudom. Ő annyira jó, hogy már számunkra ez felfoghatatlan. Tudása hatalmas. Csak mi nem értjük. Jövök akkor a BF-109-re. Na végre lesz valami csata. Az legalább megy, meg lehet lőni vele. Meg híd alatt átmenni. Ami fontosabb is. Tényleg take-off-ra raktam a izét, most mi lesz, ha visszarakom? Sirena? Mhm. Pirupé Milán. Milán. Várj, hol volt Milán? Ne? Nem tudom. Oké, már szól a sziréna. Az kell. Az akkor már nem megy a konspiráció? Nem, az... Az ideje már leállt. Még el volt rakva a könyvjelzőbe az az oldal, ahol lehetett figyelni, kik vannak fel. Az kell. Mondjuk én egyszerűbb a Steam-en megoldottam. Jó, de én akkor azt nem tudtam, hogy ott is lenne. Nem tudom, Nikó. Biztos. De nem nagyon tanulom a GK-s történelem könyveket. Hoppá, talán eltalálsz. Ó, nehogy azt hittem. Nem. Egyszer se. Hogy lehet? Nem tudom. Most? Nem most, nem, mert... Nem sikerült neki. Nem eléd lőttem. Ja, robotsznál. Giga örölte rá arra. Hát nagyon lehet azokat a gigákat. Hát mindegy, utólag... Ja. Viccesek voltak egyébként a videók. Aki még nem látta és meg szereti az arkot, az Genesznél nézze meg. Melyiket? Hát az összes arkos rédes videót. Ha ja. Persze, hogyha van kedvetek, hogy érdekel valakit. Akkor nincs akkor is. Meg, ja. Elég érdekes arkos rédek vannak benne. Direkt mész a gyemesen? Ja. Ja, vagy fel se tűnt, hogy lőlek, mi?
De. Szép volt. Nem hiszem el. Felfelem? Aha. De nem. Ne? Nem. És akkor igen vagy nem? Hát nem tudom mikor mi volt Conspiracy, már nem is jön. Amelyről mozog. Igen, ez közben hozzad. Mert? Jönnek folyamatosan a kérdések, ne csak bámult a csetet olvasd is. Ja? Ha akarod, persze. Pusztival az lett, hogy kimászott a kanálisból. Nekem meg nem sikerült. Te bennmaradtál. Ja. Csúszósott a széle. Meg a csaligátor bekapta a lábadat. Tehát nem a lábam, de kb. Igen, de az nem stream barát, tudod. Ja. Te kapta a joystickodat. A bot kormány. Tényleg mutogass meg, légy szíves most a bot kormányodat a streambe. A BF-109-es bot kormányát. Mit kérdez a izé? Kicsoda. Amikor a Hollow-t raideltük. Ja, azt mondom, hogy amikor a Hollow... Védeltük a hollót? He. Hát igen, egy piros lakszer. Az nincs hidóban. Éppen ott én nem voltam. Fölvállalom, hogy az én voltam. Akkor nem mondtam meg, mert nem tudta senki kb. De én azon nem voltam ott. Nem volt senki, nem tudtatok róla. Akkor te voltál egyedül? Én meg Kernusz. Ja? Ketten mementünk a hollóhoz. Aztán az volt egy-két piros lakszúc. Az mikor volt? Hát még ezelőtt a raid előtt, vagy után? Az még ez a raid után volt. Után? Ja. Arra emlékszek, amikor megtaláltam a légió ágyát a barlangba. Melyik barlangba? Hát a, ott a víz alattiba, aztán te meg mentél kipakolni a ládát. Maradj már! Az jó volt, mindegyik barlang volt egy kis ládájuk, azt nem tartottak benne szilikát. Aztán, hogy mikor de vajon miért tartottak? Nem tudom, hogy a második kört mentem lent, hát egyébként le lettek kódolva a ládá is. Meglepő volt ott. Ja, feltűnt nekik, hogy le kéne. De úgyis ki lehetett volna szedni, nem? Persze ott ki lehetett földön, volna szedni, de... A földön mik azok, amik lőnek? A földön? Én nem látok semmit, ami lőnek. Ott a hídnál? Hídnál. Hát nem. Ja, nem soroznak. Nem tudom, átrepülünk alatta megint? Szálljunk be a buliba. Az a híd alatt? Ja, a híd alatt. A bal pillér alatt én meg a jobb. Nem tudom, lehet túl nagy a sebesség vagy nem? Mi? 460? Nem sok. 480? 510, 520. Igen, ez... Ez sok lesz. Lesz ez sok. Mi sok? Egyébként tényleg nem volt sok. Hol vagy? Te már átjöttél? Ja, átjöttél? Persze. Ha? Azt nem láttam, csak az enyémet belülre. Oh. Most hátrafordulunk, és úgy még egyet. Fordulás után. Hol vagyok? Nem látom, hol a híd. Lefele. Most aki. Könnyű mondani, hogy lefele, onnan tudjam az merre van. Én tudom, én csak nyomom. Francba. Ó, ez így nem megvalósítható. Ez alatt már nem mész át. De, átmentél majdnem. Ma csak játék. Kibaszott fel. De mik lőnek? Nincs is itt semmi. Tankok? World of Tanks megy alattunk. Most te látsz valamit egyébként? Igen, itt vannak tankzoncsok. Meg az ott lőnek. Itt az úton van rendes tank. Hol? Az ül is benne valaki.
Nézd meg majd a lájfra. Valaki ott bennül, ilyen szögletes feje van. Meg egy bár van a tank tetején. És tényleg. Ja, de ez ilyen páncélautó, nem tank. Minden jó lesz. Látom. És én mióta van itt? Vagy mindig volt, csak mit nem néztük? Hát nem hiszem, hogy mostanában került ide. Miért? Szerintem ezt most aztán be. Biztos valami új patch. Ja. Magát a update előlött, nem? Ja, ja. Köszi a kulcsopat, Szilárd. Battle of Stalingrádban vannak jól megcsinálva ezek. A tankok? Ja, meg a flakkágy, meg többi ilyesmi. Hát egyébként a helyzet nem is olyan rossz a War Thunderbe, amikor rendesen playerként, tankkal löved a rendes playerként repülő embert. Tudod, tehát a repülővel megy rendesen. És a földről löved, ja, ilyen flak cuccal. Az faszat. Piros flak cucca. Igen, piros flak cucca, add ott. Hát Ali néha játszik, de... Hát tudod mi, Ali? Itt meghal egyszer egy állat, aztán végig. Aztán akkor megint abban egy két hétig. Ezt a repülőt szerintem nem érdekli, hogy mit nyomok. Melyiket? He? Ezt a nagyot. Ja, azzal is segítettem felszállni, az pörgött nekem. Nekem is az pörög. Lehet, hogy úgy kell, hogy a motor erejét úgy kell szabályozni, hogy kiegyenlítse, nem? Akkor jövök TB-vel. Hát te, én nem tudom, hogy ezt hogy kell szabályozni, de... Ez úgy megy, hogy ő akar. Van a Controls-ban ilyen engine selection, ott az lehet, szerintem. Csak nincsen még egy billentyűzetem hozzá. Hát jó lassan, de... Az más. Te más vagy. Téged kivéde szerintem egy Watt T-Rex is. Mert minden a passzívon van. Mikor elrakta Ali a búvárruhát arra... Ne. Testre ott. Már emlékszem. Amikor kívül, hogy mindig rakodrázt a búvára, nem is értettem. Ja. De belehúzza a vízbe, hogy meghallja, de rak meg búvárruhát. Hát tudod, biztos meg volt nyomva neki az F-tel az inventory, aztán dupla klikkelt a saját inventory-jába a ruhája, hogy fölvegyék. Aztán átpakolta hozzá. Olyan már volt velem is különben, csak a saját volt estemmel, tudod, az előzővel. Sajtett önmész? Nem. Ja, szőnyegbombázó. Ja. Bevepülő kalád. Szajra. Megkaptam a kulcsot, Szilárd, köszi. Egyébként mit lő ez az ember? Mely? De valamit automatikusan lő a hátsó pilótán. De nincs hát, hogy az ellenséges tankot a földön. Igen. Gyere el erre a reptér felé. Csak azért, mert nem tudok utánad menni ezzel a lassú izével. Nem tudok bemenni alá. Egyébként ne történik semmi. Nem tudsz megváltani? Az még működik. A Shift F2? Ja, rád változtam. Mi az? Mert fejtett önne? Milyen hangjuk van, hallottad? Hogy? Olyan nincs, mint a Half-Life 1-be. Tudod, melyik hangra gondolok? Nem, melyik hangra. Amikor ott vagy már kinn a felszínen, és
airstrike-ot dobnak. Ja. Vissza vagy itt a jamba. Hát de hallgattam múltkor második világháborús felvételt, ugyanolyan hang volt benne, mint az teljesen. Ja igen, igen, Nikó, azt néztem is még akkor az az ingyen dolga, de utána olvastam fórumon is, és kb. Egyébként lehetetlen volt megszerezni. Nem tudok magamra váltani, akkor lezuhanta? Ja, szerintem. Kell csinálnom egy ilyen soundboardot. Tészapit végig daráltam, és így alig akart lezuhanni. Olyan szőnyegbombázással menj már el fölöttem. Leptél? Ja. Mert picit reptértél balra. Bombázol már? Aha. Ne? Már mindegy. Spanoj. Jól nézett ki. Jaj. Eszéletlen egy gép ez. De olyan pályán kéne mennünk, ahol vannak is gépek, nem? Ja. Belője. Várja. Most. Majdnem ideértél. Hát, ja. Nem tudom, melyik volt az a jó pálya. A sima, füves. Nem, hanem ilyen jó. De szerintem ez az. Hát... Gondolom. Jövök el Katta. Ez lehet, hogy nem az. Vagy ez az, ahol... Ez az, amire gondoltam. A Locskinnál jössz. Uh-huh. Van rajta egy-két finomság. Milyen finomság? Na, hogy meglátod. A helyeket is pörög balra. Nem tudom miért. Te hallod, nem is van a tankok. Nem is nagyon akar reagálni a délre. Na mondjuk ez rendes tank. Akkor jövök másikkal. Nem akar jövő benni? Nem, jövök másikkal. Jó. Zéróval. Ezzel bombázni nem szeretne. Pont, vagy lehet, hogy a Vipön 4 az nem a 3. Igen. Még most akkor addig lehet lezuhanod. Ja, tudok 250 kilós bombát rakni. És még itt az a kis szarra, amúgy izok, ne viccélhel. Melyikkel? Várjam, hogy azok a nagy finomság az akkor. Ha megtalálom azt. Mi volt ez a hang? Micsoda? Nem tudom, valami nagyot szólt és füstfelhő van a hegy mellett. Tészabi benyomott valamit. Ez
meg jobbra húz. Vezérót lagg az előbb. Miért? Rakétával lő a pészavi. Ja. Szerintem nem fogok tudni felszállni. Annyira húz? Nem, hanem annyira itt egy hegy. Oh. Merre vagy? Most jövök. Hello. Mi most kérted le a repülőt? Uh-huh. Csak ezzel óvatosan kell bánni. Sugár meghajtás? Aha. Uh-huh. Ezt más úgysem nagyon viszi el. Hány bomba van azon? Három. Meg azt hittem, hogy nekem az az egy darab 250 kilós, az jó. Nekem akkor van a két oldalán. Jó, de nekem nézd meg milyen repülőm van. Hallhatom. Ja. Ez is egy olyasmi, csak kicsit újja. Kicsit háromszor akkora. Hát jó, de baszott az alsó bomba az négyszer annyit nyom, mint az. Amit hiszel. Mint nekem a gépen. Jaj, jaj. Fölfordultam. Igen, látom. Én meg mindig sebességet nyerek, nem bírok felszállni. Hallod, a gépnek nem volt elég az egész kifutó pálya. És belementél hegybe, vagy mi robban? Jó, hát nem tudtam így csinálni. Nem panyarodott, nem csinált semmit. Az enyém az meg jobbra húz. Egyik repülő se jó. Kontrollervel ugrok ki, de a kontrollal a bombát dob le, úgyhogy... Akkor nem jó ötlet. Jövök Zwillinggel, az előbb kérdezte valaki, hogy azzal jövök-e. Vagy nem? Biztos kérdezték. Messerschmittet kérdeztek, nem? Előtte. Gyere magyar meg gépre. Meg lehet, hogy így két órával ezelőtt. Raktad már a hiperlobbit, losom? Elfért a kifutó pálya alólam. Alólam is. Meg mindig nem vagy elég gyors. Hogy kéne ezzel felszállni? Végezzel már akkor is bombázni akarok egyet. Az az 1000 kilósat le akarom dobni. Mi annak a neve? A gépnek? Ja. Ezt kérlek. Ó, oh, R, 5234B, 5234B. Merre van kb? A Messerschmittek fölött. Ha majd megnézem, csak még előbb azért most, hogy már felszálltam, valakit ki kéne lőni, ha nem megyek bele a hegybe. Mennyire szállhat fel egy ilyen óriás? Úgy kb? Nem tudom. Hát a kifutópálya végére érem el a 170 km per órát. Sima egy darab 1000 kilós. Meg 2250-es. Azt én nem rakom fel, az nem kell. Mi? Miért lehet olyat is, ha. Hogy nem rakod fel a kettőt? Ja. Ja, várját akkor. Akkor inkább kiugrok, aztán csak olyat hozok. Úgy könnyebb. Köszönöm a kontrollal, de várjál, van egy másik kapata.
Jaj, magad alá dobott? Nem. Meglátod, hogy fog felszállni én ezzel az óriással. Így biztos, hogy felszáll. Olvastad az utolsó komment? Bence szopa? Ja. Mi van? Hát? Nem mindegy, jó van. És miért az jó? Ja. Jó itt. Szálltál? Majd csak most vettem 100-ra fogát. Fent vagyok. Hogyan? 25% benzin. Végig megyek, tékokkal. És a végén még így is épp, hogy túlélhetem, hogy ne pattanjak meg. De meg csak 100-ra megyek, és már rég elfogyott a kifutó. Megpattantam. Atya jég, mekkora szól. De azt én látni akarom, dobjál le. Hát várjál. Egyet. Vagy rajtam? Ja, rád váltottam, van rajta CD a bombán, vagy nincs. Hát várjál. Ott van. Ott húlik. Az akkor egy tonnás? Mhm. Uh-huh. Ez jó néz. Kis szörnyeteg, mi? Ja. Az egyik reptérnek adja. Ez itt mellettem, nem baráti, ugye? Mindegy, az adja neki. Az a gond ezzel, hogy... Nem vagy benne biztos, hogy át tudom emelni a hegyét. Ezen itt csak átmegy. Remélem. Csak jókor engedd el a bombát. Van itt ezen valami? Ott egy tank, jobbra, nem? De. Most? Túlment. No. Ez nagyon-nagyon túlment. Az fölfele megy. Micsoda? A bomba egy ideig fölötted volt és úgy esett vissza. Igen? Ja. Ahogy mentél lefelé, úgy engedted el, nem? Ja. Úgy kéne, hogy saját magadra visszaesse. Vagy szállj alacsonyan és úgy engedd el. Igen. Azt akarod? Nem. Nem. Várjál. Szerintem a tankot akarod, már végbe kellett volna nyomni. Á, nem azt a tankot akarom. De ha másikat, akkor is. Vagy most alacsonyabban vagy. Az átment rajtad. Mi? Mi van? Mi az? Mi történt? Ott mellett a tank? Nem mondod. Semmi baja se lett. Na jó, azért ez nem real. Látod, hogy hol a kráter? Ja. És ott van mellett a tank. Ja, nem is tudom forgatni a kamerát. Ez nem rív. Átbasztak itt minket. Érzem. Pedig milyen jól néz ki. Igen. Nagyon-nagyon nagy ez a gép. Na, jobbra húzol a vocskinnak a izéje. De csak akkor, ha megmozgatom az egeret egész addig, nem? Az érdekes, valami új bug lehet.
Már hát, miért dini? Valamiért De nem hogy volt. jöhetnek elő mindig egyre újabb bugok? Hát új eszközöket használsz, gondolom ezért. Ugyanazt használom, mint eddig. Nem, mert rádugtad a... Ott már ki van húzva. Jó, de hát az mindent megzavar ilyenkor. Zavar lesz az erőben. Most mivel vagy? Most semmivel. Jelenleg. Én jövök ki akkor. Igen? Ki kéne lőni egymást, nem, mert kevés volt a harc. Az igaz. Akkor hozok egy normális képet. De ha jobbra nyomom, akkor balra húsz, ha balra, akkor meg jobbra. M2 az a kettő itt előttem. Azzal lehet rakétát lőni? Uh-huh. Hát ebben nem fogok elfordulni, ebben szükséges benyalom. Te, nézd a gépemet? Nincs szárnya? De a szájjuk. Ja. Magyar. Nem, már nem. Az különben milyen drive-in lehetett, amit a Peti oda berakott? Nem tudom, nem is akarom megnézni, ez a GTA 6. Na, igen. De nem az, nekem úgy hallatszik, mint ha valami vírus cucc lett volna, olyat meg nem nagyon kéne oda beraknia. Nem kéne. Hát, hogy nincs aki egyébként, ezt kitörölje. Vagy nem szokott? Nem. Ki? Nem szokott lenni olyan, aki kitörölje az ilyeneket? Hát, Riumé szokott, de mintha nem törölné ki. Lesz, hogy nincs itt. Elköszönt. Vagy te is csak így átnézel a cseten néha. Hát van, vagy csak úgy átnézek rajta. Nem tetszik ez a kifutó. Hol vagy? Ennyi vagy, nem szálltál föl. Túl alacsony volt, hogy mi van? Ja. Évi alasson, hogy menjek föl Steam-re. Bazzik, letázza ezt a játékot, nekem most mi van? De most nem megyek Steam-re. Várj. Halli, véj! Mi ez? Talán mi ez? Te ez őrült. Ki? Alosan. Te is ilyet kaptál? Mit? Saints Row 4. Game of the Century. 4? Ja. Game of the Century Edition. Ezt nézd meg. Igen. Wow. Stream? Valamikor? Hát muszáj, nem? Te bököl. Bököl stream. Megvan a három is, meg a kettő is. Ja, nekem is elküldte. Azt a mindenit lassan. Na, köszönjük. Ja, köszi.
Mit streameltél, éj? Merre vagy, Patri? Értem a lassanba. Csak meg kell szöntem meg hírásban is. Egyébként levéhozom a valójában. Nagy nehezen felszálltam végre. Te hallod? Jó, nyilakat. Várom a csodát. Nem értem, értem, ja. Emelkedik a gép. VASD, mi? És vasdom van. Meg azt nem értem, miért húz lefelé a gép. Én balra húzok. Bejöhet a rossz a pés? Ja, mert jöhetne. Akkor meg lesz mondtam a végén. Mit? Tátszázgatom ide oda, aztán annyit tátszázgatom, hogy igazolom. Nekem meg most meg valamiért balra húz az a kép, ami eddig nem húzott. Vagy ezért zuhantam le vele eddig is. Sziasztok! Ali! Ali! Köszi a játékot! Igen. A legjobbaknak a legjobbak. Kokik, meg küldtél mit? Na várj, mi ez a bombázás? Ezt a satély, Szabi. Nem te vagy azzal a meg 262-ről, ugye? Én nem. Azért nem, ilyen gépen nem szoktunk. Jakkal vagyok a hegy mögött és kínlódok gravitáció ellen. Milyen gravitáció ellen? És hát ugye... Fordulj meg aztán. És ugye, amit elküldtem nektek, full DLC. Full minden? Igen. De, hát a millió most ez vagy? Ez nem drága? Nagyon. Hát... ilyen 1 euró... 1 euró 50 centes DLC-k van benne, 1,5-2 eurósak. Itt került 5 euróba az egész játék. De várj, várj. Hány DLC van benne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, meg elszámol reggelig. 22, 24, 26 darab. És benne van még a Season Pass is. És ezt mind a ketten megkaptam? Mind a három, én is megette magamnak. Akkor majd várunk a live-on. Ja. Valami dátum, hogy Saints of 4. Nem van erre az, mondom, megbevés. Ez ki? A Space Hobby. Oh, azt hittem ezeken lesz. Mi, hol vagy? Nem tudom. Nyomj egy térképet. Ez itt messze vagy meg. Oh. Szerintem nem jó ez a repülő, mert ez is balra húz, vagy jobbra, vagy valamerre. Nem baj az, megoldjuk hamarosan. Jó lesz az. Tudod, ahogy megmozdítom az egeret, beáll a... Te lassan? De végül is nem lett 26-szor 1-2 euró, ugye? Nem csak 27-szer. Vagy 27-szer. Mert az előbb ugye valami 26-27-et számoltál, és előtte mondtad, hogy egy darab másfél-két euró. Azért csak nem. Mi? Hát így is van, 2,5 euró. A 17,50-ből. Ó, azt hittem 700-ból. Valami ilyesmi. Jó van. Hát köszönjük. Amikor biztos lesz belőle, akkor live.
Ja, most akkor mi van? Half-Life meg ez, nem? Ami olyan. Ja. Nem találok olyan repülőt, ami nem húz a lapátja valamelyre. Ez mitől lehet? Nem tudom, de eddig hogy nem húzott. Nem tudom. Muszi kimászott a kanálisból. Nagyon? Vagy lehet, hogy amióta kihúztam folyamatosan ezt csinálja, csak nem vettem észre? De akkor nem tudtál volna felszállni. Meg a híd alatt nem ment, de én felszálltam ezzel az előbb is. Úgyhogy a híd alatt... Ja. És a híd? De a híd alatt nem mentem volna át, az biztos. Hát azt én is megnézem. Kétlem. Megnézem akkor a henkát. Ez jó. Olvasd ezt a kommentet. Az utolsó? Guszti pap... Mi? Papnál át a kolostorban. Nem, papnak át, és a kolostorban ja. Nincs áram. Ja. Ez jó. És? Még annyit elmondok, hogy még tudok venni a Sins of the Turlet. Ez nekem megvan, azt ja, szintén. Igen, azt már megvettem. Aztán... Nekem azt nehogy megvett. Igen, a Genesztek is megvett. Úgy csináltam, hogy megvettem Gusztat meg Genesztek, tehát így csináltam elő az elsőnek. Uh-huh. Kettő meg ingyenes volt, azt se vedd meg. Mindig is ingyenes, mert mindig ingyenes. Igen? Jakobban. Nem, itt is Steamen. Steamen is ingyenes? Uh-huh. Ja, ingyenes Steamen. Hát de az ingyenes is marad, vagy? Nem ja, tudom. Ez hogy működik? Tehát most, hogyha... Hát ezt tudom, hogy megmarad, de hogy később is ingyenes marad, de azt nem tudom. De igen. Ezt nem tudjuk. Engem is az érdekelne, vagy most aktiváljam be. Egy nem fontos, hát... hogy mi van. Aktivált be, aztán az a biztos, nem? Ja. Nem találom a lerhét. Ez hogy nem? Na mondjuk az a jó, hogyha nem találod. Az úgyis biztos az is húz, csak nem tudom, hogy az merre. De várja, hogyha az... Rodderrel húz bármerre, akkor az nem pörög? Nem látom a Rodderjét. Nem baj az. Próbálkozz. Aj! Lassan lépni kéne, nem? Igen. Yeah. Á, 2 óra 7 perc van jelent. Tudom, de... Jól leoltunk azért. Jó. Még jobb lett volna, ha ki is tudlak lőni. Mert hogy jobb lett volna, hogyha fölmegyek. Ezen a pályán szerintem nem lehet ezzel felszállni. De miért? Mi az rakéta? Ja, olyasmi. Nem tudom... Tudod, volt olyan múltkor is, hogy el volt akadva. Lőjjék ki, Patrik, most egy ilyen felfordult bogár vagyok, aki pörög. Nem, egy felfordult izé vagy. Droid a Star Wars-ban. Ja, lehet. Milyen kommentek jönnek itt? Én ezt is mindenkit nézzek. Ja, nézem. A lej, hogyha még itt vagy. Úgy látom, hogy neked megvan ez a Aram Cold War Assault. Mondjál már róla valamit. Mondjál inkább írjál. Egyik repülő se jó nálam. Nem tudom. Akkor... Lehet ezt most hagyni kéne. Lehet. Majd megnézzük. De outro van? Hát... Ha megkeresem addig, akkor lesz. Nem trója, ne? Most miért, hogyha közben tudnék beszélni, meg ilyes? Nem lenne feltűnő. Miért nem tudsz? Szóval tartod a folyamatnak, hogy...
Vagy... Ja, csak behallatszik a hangja, tudod, még mielőtt kéne neki. Hát akkor mindjárt lemúltoz. Ja. De... Ja, lehetne, de... De nem lehet. Na. Szerintem be van lőve. Te a szél és turbulencia ki van kapcsolva. Igen. Ki van? Igen, ez. Mi van? Most azonnal kapcsolva. De ho... ki van kapcsolva? Ja. De hogyan kapcsoljam be? Nem tudom, majd valamikor. Akkor majd mondd legközelebb. Jó. Na kis. Hol épünk? Ja, szerintem menjünk. Jó. Köszi a játékot, Loson, meg Szilárdnak is, amit küldött. Ja, köszi. Köszönjük. Mondom, a legjobbatnak a legjobb. Akkor kinek küldtél mit? Hehehe. Rezsög érzésem van. Mint ezt már mondtad volna, nem? Nem, mint te mondtad volna. Nem, az, hogy deja vu van. De meg az, hogy üzé, hogy kinek mit? Nem, az, hogy deja vu van. Álljon. Akkor jó ét mindenkinek. Sziasztok. Sziasztok, jó éjszakát.